Köszönöm szépen. Én el akartam menni a kocsmába, de azt mondták, hogy még nem menjek. Hogy mégiscsak a koncertnek a második fél idejét jelentsem be. Úgyhogy most nem mondok semmi hülyeséget, semmi hazugságot. Annyit szeretnék csak mindössze elmondani, hogy itt a függöny mögött a Dűvő Zenekar harcra készen áll. Egy röpke egyórás koncertet fognak önöknek produkálni, melyben közreműködik Unger Balázs, az önök által is ismert nagy cimbalom művészünk, és Kubinyi Júlia énekelni fog a koncerten, úgyhogy én át is adom a szót nekik, mert szerintem ők jobban tudnak muzsikálni, mint én. Jó szórakozást kívánok! Thank you.
Köszönjük szépen, van még benne. Az a lemezünknek is a címe, hogy van még benne. Száz csalvásról muzsikáltunk az imént. Bocsánat, hogy egy kicsit ilyen rekettes vagyok, de mi még reggel 5 órakor muzsikáltunk valahol Kassa környékén. De az remélem, hogy itt nem fog majd látszani, pontosabban nem negatívan fog majd látszódni. Száz csalvási muzsikát játszottunk az imént. Kubinyi Júlia felszállott a pávából, biztos sokan jól ismerik már. Ő énekelt, és jó magam. Következik, és hát Unger Balázs ugye be van már jelentve, harangozva, és ő fog... Valamint Rábaközi muzsikát fogunk játszani, és Szokolik Szabolcs és Melinda fognak táncolni. Kis csárdás és friss! Thank you.
Köszönjük szépen! És a bőgősünk, Berci, most egy húron fog pendülni, ma velünk is, meg egyébként is. Északmezőségből fogunk majd muzsikálni, mégpedig Ördöngős Füzesről. Egy nagyon szép, véleményem szerint nagyon szép dalokból. És hát az a különlegessége, hogy ugye erdélyi hangszereken, pontosabban nem hangszer a miénk, csak erdélyi jellegű hangszer, hiszen egyhúros bőgő, háromhúros brácsa, és így tovább mi azt a négyhúros hegedűn fogjuk folytatni. Tehát Ördöngős Füzesi muzsika következik. Thank you.
Köszönjük szépen, és most pedig egy manapság nagyon népszerű hangszerösszeállítás következik. Balázsnak ez nagyon jól fekszik, tudom, hiszen a cimbali band ezekre a zenékre alapszik. Moldvai zene következik, nem hagyományos hangszerelésben, hiszen furulya, dob, kobza, ilyesmin szokott. Most ez hegedű, cimbalom és nagybőgő. Itt szoktuk emlegetni, hogy a jazzzene, meg a népzene, hogy mennyire közel is áll egymáshoz, hiszen tele van improvizációval, ami most meg is fog nyilvánulni. Egy Jampara című szám következik. Thank you.
rendültek, hogy azt hittem, nem hagyja a kapba sose. De jó szó. Kalocsa széki. Át vagyok verve, viszont most Kalotaszegről fogunk muzsikálni egy kis, meg énekelni. Már nem mi, hanem Júlcsi fog énekelni. Szép hajnalit, aztán reggelit, azt utána csárdás és szapora, amire aztán jönnek a táncosok is. Thank you.
Köszönjük szépen, most pedig nekünk a győztesünk, ugye a felszállott a pálván a Julcsika, még a holt versenyben is, de igen, úgyhogy most ő fog egy szépet énekelni önöknek. Szépen, és egy palócok vagyunk, ugye le se tagadhatjuk, legalábbis mi, ez a fertáj. Sokszínűek vagyunk, de mi igazi palócok, mert nem is tudunk máshogy beszélni, csak próbálunk. Hát éppen ezért úgy gondoljuk, hogy szívügyünk a palócvidék. És akkor most egy olyan csokor következik Hollókőből. Annak idején gyűjtöttünk ott Hollókőbe, és készült egy könyvecske. És hát elmentünk a polgármester úrhoz, hogy hadd csináljunk meg egy számot belőle, és hát akkor kéne egy kicsit támogatni is bennünket lemezügybe. Úgyhogy mennyi? 50 000 forintért csináltunk egy számot a lemezre, és hát...
Ezt csak úgy ajánlom a zenész társaknak, hogy így kell megkeresni egy-egy polgármestert, hogy a saját falujából kell egy csokrot összeállítani, és már is megvan a támogatás. De végül is nem ez a igazi cél, hanem az, hogy tényleg egy nagyon híres, nevezetes faluról van szó, egy élő skanzen. Mi onnan származunk egyébként, a testvérem, ha már itt tartunk, akkor be is mutatom, hogy Rúd Szabolcs. Cimbalomnál ugye Unger Balázsőt, a külön nem kell. Helyi erő, Brácsánál Nagy Zsolt. Brácsáknál és Nagybőgőnél Mohácsi Albert. Jó magam, Rúz Dénes vagyok. Tehát hollókői összeállítás következik, és hát ez itt a reklámhelye is egyben, hiszen a kiáratnál a lemezünket meg lehet vásárolni baráti áron, már nem a én nevem, hanem a... Igazi palóc autogramot is lehet rá kérni. Igen, igen. És ez is rajta van többek között, a hollókői. Ezt a legényt még akkor megszerettem, mikor világ először beszéltem, megtetszett a gyönyörű színszabáim, ablakára göndörődő hajáim. Megtetszett a gyönyörű színszabáim, ablakára göndörődő hajáim. Bíróram, tegyen rendet, ha lehet,
Júlcsi, gyere be! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, a Dűvő együttest látták a színpadon. Hogyha megengedik, akkor... Megengedik? Nem? Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy itt van egy Boha Pista. Én igazából csak őt keresem. Itt vagy, Pista bácsi? Fönn van a kocsmában. Kocsmában van már. Na, milyen kár, hogy de mi itt még... itt van, úgyhogy lehet menni. Milyen kár, hogy mi még itt vagyunk. Na! Ha megengedik, akkor nem tudom, Dénes már megállította, de hogy névileg bemutassam a zenekart, hogy esetleg a kocsmában meg akarja valaki hívni egy sörre őket, akkor... tudják megszólítani, ne legyen kellemetlenség belőle. Hát a két vezető primás, azok ugye a két palóc gyerek. Rúz Szabolcs és Rúz Dénes. És akkor közreműködő énekes, az meg Kuvinyi Júlia. Őt nagyon sok helyen láthatták. Unger Balázs. Az egyik kisebb fajta szárazfa bűvelője, Nagy Zsolt. És hát ez a nagyobb fajta szárazfa rángatója pedig Mohácsi Albert. Én mindig elfelejtem, de a Dénes az... nagyon odafigyel erre. CD van eladó. Jó? Tehát ott az ajtóba legalább egyet vegyenek meg. Mennyit hoztatok? Én szerintem nagyon erőszakos. Kettő. Biztos akar egy turai számot a következő lemezre. Az lehet itt a háttérben. Na, hát ha a zsebük engedi, akkor vegyék meg az egészet. Ha nem, akkor hitelbe is lehet. Utalással is lehet fizetni, ugye? Kártyával. Nálam. Na, hát akkor, ha megengedik, Boha Pista nincs itt, ő len vár biztos minket. Úgyhogy ezen mindenkinek szeretném megköszönni, hogy ilyen szép számban összegyűlekeztek. Ez nekem mindig meglepő, hogy a tavaly is, tavaly előtt is, meg ahányszor itt vagyok, mindig tele van a terem. Nem egy sűrű jelenség ma az országban.
Úgyhogy továbbra is tartsanak ki a népzene mellett, meg mellettünk, minket is hívjanak vissza. Ha meg nem, akkor nem jövünk. Viszontlátásra! Én pedig szeretném köszönetünket kifejezni Kádár Ignácnak a műsor levezetéséért és konferálásáért. Úgyhogy fogadsak szeretetni! Köszönjük szépen mindenkinek, szép estét, találkozzunk a Bohába. Viszontlátásra!